Ne hagyjuk, hogy visszatérjen a múlt. Ezzel a címmel tartottak fórumot a Pécsi Nagy Lajos gimnáziumban kedd este. Az Estházi gazdája azt mondta, egy évtized eltelt, ezért emlékeztetni kell a pécsi embereket arra, hogy a Gyurcsány vezette baloldal mit hozott Baranya megyének 2010 előtt. Pécset a bukott baloldal maga után közel 44 milliárd forintos adósságot hagyott, amelyet a magyar kormánynak kellett átvállalnia. Pécset is nagyon sokan megszenvedték a szocialista kormányok alatt az egekbe szökött rezsijárakat, és bizony a pécsi nyugdíjasoktól is elvették a 13. havi nyugdíjat. Ezzel szemben 2010-től a családok támogatása az építkezés jellemezte a polgári kormányok működését, de vissza akarnak jönni a hatalomba az országot korábban tönkretevő baloldali erők. Ezért nagy a tétje a jövő évi választásnak, hiszen a baloldal lerombolná az elmúlt évtized eredményeit. Ezt érzik a pécsiek is, mondta a megyei elnök a fórumon. Őri László vendége Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes volt, aki a napokban Brüsszelben járt, ahol hazánk és az EU bizottság közötti vitás kérdésekről, így a magyar gyermekvédelmi törvényről is szó volt. Mi nem kriminalizálunk senkit. Mindenki adja a magánéletében, amit akar, abba viszont mese nincsen, hogy az iskolába és az óvodába nem engedünk be semmifajta szexuális propagandát, ráadásul az EU-s szerződések alapján a családvédelmi rész, a gyerekvédelmi rész és az oktatási rész az nemzeti hatáskör. Soha semmilyen formában ezt nem adtuk át Brüsszelnek. Ebből kifolyólag hasonlóan a népvándorláshoz, tehát a migrációhoz hasonlóan ebben a kérdésben is népszavazást fogunk tartani, és a bölcs magyar nép el fogja dönteni. A migráció kérdése és az LMBTQ aktivisták nyomulása mellett az úgynevezett klímavédelmi adó fizetéséről is szó esett Brüsszelben. Míg az EU azt szeretné, hogy az átlag emberek fizessék ezt, addig a magyar kormány azt mondja, azok a multik fizessék, akik szennyezik a környezetet. A fórumról, közéleti magazinunkban bővebben beszámolunk.